Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Jancsó Andrea, az LMP elnök segítője. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ön, ha jól tudom, akkor a 9. kerületi képviselő, és mi újság a 9. kerületben? Minden nyugis. Minden nyugis? Igen. Az utak rendben vannak, a víz jó, nincsenek kilakoltatások. Vannak most éppen, vannak éppen problémák, de ezek nem olyan fajsúlyúak, amit önkormányzaton belül nem lehetne elintézni. Akkor oldjuk meg a világ problémáit. Tudja, hogy Jeruzsálem Izrael fővárosa, legalábbis itt ebben a televízióban. Ott komoly problémák vannak most a palesztinok, illetve azok a muzulmánok, akik a templomhegyre mennek imádkozni. Pár nappal ezelőtt késeket csempésztek be, és rendőröket gyilkoltak. Erre az izraeli hatóságok átvilágító kapukat szereltek be, amit az éjszaka folyamán leszereltek. Mi a véleménye erről? Megadták magukat az izraeliek, vagy egyszerűen kompromisszumképesek? Hát ha jók az információim, akkor más megoldást fognak keresni arra, hogy egy kamerás, detektoros rendszer telepítenek fel. Igazából ez egy olyan konfliktus, ami valószínűleg sosem fog megoldódni. Igazságot valószínűleg soha senki nem fog most már ebbe tenni. Nyilván vannak rá kísérletek, de ahogy látjuk a mostani helyzetet is, tehát hogyha van egy támadás, arra válaszol valamit az izraeli kormány, és akkor egy újabb konfliktust kellene. Ez egy ilyen dominó, vége láthatatlan. Mi a véleménye a kormánynak a külpolitikájáról? Illetve mindenki azt remélte, hogy ha egyszer az Európai Uniónak leszünk a tagja, akkor az Európai Uniónak is lesz egy központi külpolitikája, és úgy tűnik, hogy nincs. Az LMP-nek van? Természetesen van, tehát mi Európa pártiak vagyunk. Azt kell látni, hogy a... De a kormány is Európa párti, hisz a nép választotta meg, és ők is hatalmas szavazat többséggel azt akarták, hogy az Európai Unió tagjai legyünk. Igazából azzal, hogy ugye az orosz befolyás szerzés az folyamatosan növekszik, illetőleg ez a felemás keleti, illetve déli nyitás, ez nem azt mutatja, hogy igazából a nyugati szövetségeseink felé nyitnánk, vagy hát szeretnénk velük szorosan együttműködni. A Brüsszel, mint ellenségkép sem azt mutatja, hogy igazából... Hol lát ön Brüsszel ellenségképet? Egyetlen plakátot se látott. Most már nem, igen. Tehát ami elmúlt, az elmúlt. Nézzünk pozitívan a jövőben. Az LMP-nek van egy önálló külpolitikai terve? Ugyanúgy, mint az oktatásra és az egészségre. Tud erről valamit mondani? Vagy ön inkább a belpolitikával foglalkozik? Én inkább belpolitikával foglalkozom, de tudom akkor mondani, akkor nézzük. Mit tesz ön azért, hogy 2018-ban az LMP-nek több tagja legyen a parlamentben? Hát folyamatosan járjuk az országot. Én egyébként szociális és esélyegyenlőségi kabinetvezető vagyok, és folyamatosan azzal foglalkozom, hogy akik a szociális ellátórendszerben egyébként hátrányt szenvednek, azoknak valamilyen úton, módon próbáljunk segíteni. És hogy tudnak segíteni? Hát például az ápolási díjnak a minimálbérre emelését kezdeményezzük majd a ősszel a parlamentben. Ettől azt mondjuk reméljük, el nézőinknek, hogy mi is az az ápolási díj, és kik jogosultak arra. Hát ugye akik mondjuk fogyatékos mentálisan sérült hozzátartozóikat ugye otthon ápolják, ők jelenleg egy 31.000 forintos szociális ellátást kapnak, ami valami kevés, mert hogyha megnézzük azt, hogy valaki rákényszerül arra, hogy a hozzátartozóját ápolja otthon, gyakorlatilag a munkában nem tud járni. Azért gazdaságilag ellehetetlenülnek ezek a családok, és amikor megszűnik ez az otthon ápolás, akkor viszont már nagyon nehezen tudnak visszatérni a munkaerőpiacra. Tehát egyfelől a minimálbérhez kellene szerintünk igazítani azt, hogy az ápolási díj összege az megfelelő legyen, tehát valamiféle megélhetést biztosítson, bár még ez sem a elfogadható összeg. De mégis több, mint a 31.000 forint. És szeretnénk egy olyan rendszert is bevezetni, hogy amikor a munkaerőpiacra visszatérnek ezek a családtagok, akik eddig otthon ápolták a hozzátartozójukat, akkor ugyanúgy, mint egyébként az álláskeresőknek járó szolgáltatások és ellátások nekik is hozzáférhetőek legyenek. Mi történik a hátrányos helyzetű gyermekekkel az önök tervei alapján?
Tehát ugye mi fontosnak tartjuk azt, hogy ezek a gyermekotthonok, amik egyébként ilyen tömeges ellátásban részesítik a gondozottakat, ezek minél előbb leépítésre kerüljenek, és egy kisebb közösségbe kerüljenek. De a kormány is ugyanezt tervezi, tehát a kormánynak is ez van célkütőzés, hogy megszüntes ezeket a hatalmas fős intézményeket, és sok kis apró intézményt hozzon létre. Igen, viszont az elmúlt hónapok eseményei azt mutatják, hogy igen, ez azután történt meg, ez a szándéknyilatkozat, hogy éppenséggel a Gödi Topház esete, vagy például a Bicskei eset is egy olyan botrányra mutatott rá, ami elfogadhatatlan a magyar társadalom és minden jó érzésű ember számára. Viszont ez a leépítés, ez nagyon lassan történik meg, és szerintük ezt fel kell gyorsítani, mert hogy még további visszaélések is lehetnek a gyermekek. Mivel különbözik az önök programja tulajdonképpen a Fidesz programjától, hisz amiket most elmond, az a Fidesz programjaiba is szerepel hosszú távon. Igen, mi azt gondoljuk, hogy határozott lépésekre van szükség, és nem ezekre a mismásolt, elkent lépésekre, amikor megígérünk valamit, és akkor majd lesz 10 év múlva belőle esetleg egy lépés. Önök járják az országot, meg lesz mind a 106 képviselő? Meg, igen. És végül is senkivel nem fognak összebutorozni? Hát jelen pillanatban nem úgy tűnik a dolog, de egyébként ősszel lesz a választási felkészülés, tehát a hajrá. Nyitottak vagyunk bizonyos pártok irányába, de egyelőre nem alakult ki semmiféle informális egyeztetés. Utolsó kérdésem mára, mert ez engem nagyon izgat, hisz az LMP a maga módján szélsőséges zöld párt, aki mindent megtesz mindenért, ami a zölddel összeegyeztethető. Elképzelhető-e, hogy együttműködjenek a Jobbikkal? Bármiben is. Ugye kongresszusi határozatunk van, ami azt mondja, hogy a jelenlegi parlamenti képviselettel rendelkező pártokkal nem tudunk összefogni. És a jövőben, amikor megtartják a következő kongresszusokat, akkor elképzelhető, hogy egy olyan határozat születik, hogy a Jobbikkal együttműködjenek? Én azt gondolom, hogy ennek a határozatnak a megerősítéséről lesz szó, és nem a felülírásáról. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Öröm volt hallani a pozitív jövőről. Kedves nézőim, az elmúlt percekben az LMP elnökségi tagját, aki a szociális ügyekért felel a párton belül, és tervezi a szebb és boldogabb jövőt, az nem más, mint Jancsó Andrea. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Most egy kis előzetesek, és már is következik Olár Lajos, a DK országgyűlési Erzsébet és Terézvárosi képviselője, akivel aktualitásokról fogunk beszélgetni. Tartsanak továbbra is velünk!